Szia anyuka, szeretlek! Ide jövök, igen, és itt vannak a kibédiek. Anna veszély! Szevsz! Ennyi. Valami extra számítom. Ezt ugye nem akarod belevágni. Ne, belőle. Ne idegesíts! Azt Javi! Csinálod, csak belőle! Csinálod, szevasz! Ciao. Most inkább ne dőlje jobban, inkább maradj a földön. Gyere Atikám, te jössz, okés. Egy új zenét, fele hangon már elmentek, kiöppelem nektek az életemet is. De ha vágjátok, akkor segítsetek nekem, légy szüvel. Csabikát nagyon szeretem, kövessétek, szeressétek és hajrá, Los Angeles. Jó, hát hogyha közben még vannak kérdések a közönség részéről, igen? Ki a hibás? Nem az Arya. Nem az Arya hibás! Mindenki tudja, nézd meg Bence! Mindenki, ahogy van. Mindenki tudja? Én remélem, jól vagy most már! Én remélem, hogy szarul vagy és sokat sízzék nem! Végre elindult a nyár, nem csak onnan tudom, hogy ma csütörtök, majd Los Angelesen ma van a kukásnap, hanem ma van a trollfocinak az előadása a Vágy Fesztiválon, ahol most nagy izgalmakkal tartok, ugyanis hónap nekem is ott van, mint az előző videómból láthattátok. Hát gondoltam, nem otthonról kezdem a startot, s nem otthonról kezdem a vlogot indítanám egy ilyen szép helyről, úgyhogy itt vagyunk Vargyas végibe. És hát elég hosszú útunk van, már 3,5 óra Marosig az út, de hát megyünk gőzerővel, vagy hát úgy, ahogy tudunk, s az utak, ahogy engedik. Alig várom, megérkezzek. Marosig meg se állunk. Go! Az én rádióm befutcsolt, nem fog semmit, elmegy enge az ontérnám, a telefonkábelem pedig megszakadt, ezért nem tudok zenét hallgatni nyugodtan. Becseklettem a rádiót, hát ha elkap valamit, hát gondoljátok, hogy mit kapott el. A szomszédnak, ha hátam meget lévőnek, modulátor van a kocsiába, úgyhogy elkaptam az ő frekvenciáját, úgyhogy most hallgathassuk a jó curályokat, ezt figyeljétek. Ja, meg B mondja az övé a GPS, hogy Kália Ferát, és ügyelni, és mit tenni, és balra, és jobbra, úgyhogy kikapcsoltam a telefonomba a GPS-t, aztán remélem, hogy üres Maros felé tart, már hanem akkor valahol aztán eltérek miatt a más irányba, de addig jó, spórolok a telefonomnak a töltöttségén. Lifehack. Na, az ott a reptér. Ez pedig így Csabitok, aki a reptéren várakozik, ugyanis Levi szólt, hogy a trollfoci stábjának a repülője 2 órát késik, késett, úgyhogy 11:40 körül érnek ide, itt most 11 óra 21 van, úgyhogy még őket megvárjuk, és akkor együtt megyünk innen tovább. Hát erre felé jövett, azért egy-két érdekes falut láttam. Van-e olyan nézőm, akit esetleg Adóriánnak hívnak, mert volt ilyen, hogy Kis Adórián, Nagy Adórián, vagy Ákos falva. Hát Maros megyében ugye nem sűrűn járok, és hát nekem még új volt a terep, úgyhogy jó volt úgy végigjönni a falukon, és nézelődni. Na, elvettem a fűcskákot, ott mennek. Ott háttérben van a Mónika, ahol meg leszünk szállva, szemben pedig a Violetta, ahol inni fogunk. Csinálsz. Köszönöm szépen. Ez már sem élet. Ez már kellett. Ez már kellett. Megkezdődött a marosi élet, de ez még mindig nem a vibe. Épp a trófocit elvitték kocsival gyorsan, mert mindjárt kezdődik a
az előadásig, úgyhogy mondtam, hogy akkor gyorsan menjenek, és én felsétálgatok, 3 kilométer egyébként gyalogtállástól a helyszín, úgyhogy lassan ott vagyok, én es egy ilyen laza 20 perc, és akkor gyorsan beülünk az előadásikra, a továbbiakról pedig ott helybe. Jó napot kívánok! Antal Adrián vagyok, ügyészről. Egyebet nem tudok elmondani. Tessék kikapcsolni, legyen szíves. Köszönöm szépen. Szóval azt kell tudni, hogy most a Dog színpadnál a House of Pioneers lépett fel, akik ugye szentgyörgyiek, úgyhogy helybéliek, akiknek szabad a zenéiket használjam a YouTube videóim alatt, ez a videó alatt is találtok tőlük számokat, hát a fiúk ott vannak, jó nyomják amúgy, és sok sikert kívánok nektek is innen. És most egy olyan szám, ami igazából nagyon sokat számított számokra, az volt az első szám, ami átlépte ezt a bűvös 10 000 pluszos megtekintés arányt YouTube-on, ami nem más, mint ez is egy olyan nap. Már nem élvezed, ami szép. Látom már, érzem fáj. Nem érted a lényeget, s már nem élvezed, ami szép. Fennfeled ott az égból. Mindig oda, hogy minden meccs előtt, olasz meccs előtt oda jött hozzám, hogy Levi, mennyi lesz a meccs eredmény? 5-0. Kimondunk Csezenából, 5-0. Az olaszok, nem magyarok? Nem, az olaszoknak. Németek ellen, Levi, mi lesz? Mondom, 0-5 németeknek. Én meg az ember, aki örök pesszimista. Megállt, nem csalódok soha. Tehát, hogy folyamatosan. Én mostanában csak örülök. Nem, csak örülök. Nem itt van. Na hát, lezajlott a trófocinak az előadás. Levi már túl van a rajongó... Zajlott le? Tibi atya. Tibi? Jaj, elnézést! Tibi atyának az előadásán vagyunk túl. Tibi atya most épp a mesterhez híven most sört iszik, úgyhogy nem tudom, komlóra váltotta a szeszt. Itt a kamerásik, a Tibi atyának a kamerása. Csőzen, hajrá Tibi atya! Imádlak Tóth Márt és a kriptovaluta! De amúgy, mit szeretsz a trófociba? Már mondd. Mit szeretek a trófociba? Igen. Minden egyes mennyei-megyei videójukat minden héten megnézem. Amúgy tényleg minden héten mindig feldobják a hangulatomat. Kultúra van benne, foci van benne, ami az életem, és még vicces is egyben, úgyhogy imádom. Köszönjük az interjút, sziasztok! Közben azt nekem elmondanád, hogy miért érezted úgy, hogy meghívsz engem egy során? Miért az? Jó, hát igazából... Béni, adja a tévét! Miért adja a tévét? Hát nem, elég régóta követem a videóidat, ugye én is erdélyi vagyok. És hát igazából emiatt, hogy van ez a... maga ez a tudat, hogy erdélyek vagyunk, és tartsunk így össze. És ugye, jó, és soha nem mondtam, promováltam azt, hogy nézem a videóid, nem kommenteltem, de mindig megvolt az az intenció, hogy egyszer beszélgessünk, és örülök, hogy ez most ma eljött így. Hát, hogy... Na, hát akkor egészséged. Hát akkor a youtubered is lehet a YouTube világra. Az Optimot lehúzom, mindenki haza menje? Dehogy nincs. Biztos, hogy igen. Nem, viszont az úszómester rám fog szólni, a ruhába bemegyek, mi? Uh-huh. Szerintem is. Nem tudom, sose voltam. Azt akarom, meg akartam jegyezni, hogy én amúgy...
Te voltál korábban Vibe-on, nem? Vagy te sem voltál? Vibe-on még nem voltam. De azt tudtad, hogy van itt egy ekkora strand itt? Nem, azt tudtam, mert délután rám írt az egyik csaj, egyébként Szent Györgyi, a hatházi Henó, aki korábban volt az EMI tábornok, és az egyik szervező, és ő mondta, hogy hozzunk magunk a fürdőnadrágot. Nem értettem, hogy miért. Azt hittem, hogy van egy kis felfújhatós medence itt, és ott ülnek benne egy öten. Aztán kiderült, hogy itt egy akkora strand van, hogy hát nagyon 200, nagy. 200 körülbelül. Ha ez 200. Hát ez simán 500 és 1000 között valahol. Szeretsz-e csúszdázni? Szeretek. Fogok-e? Most? Nem. Hát megérkeztünk, felvettem a Los Angeles-os pólót. Ha már ilyen kreatív nevet adtak az előadásnak, hogy Los Angeles. Egy székely youtuber világa, úgyhogy mondom, akkor felveszem a pólót. Egyébként plusz pont a szervező, mert tetszik nekem ez az előadás név, jó választás volt. Kicsit ideges vagyok, remélem, hogy jó leszek. Szerintem ez érződik es most rajtam, hogy ideges vagyok. A mi fiam, kirepült a fészekből. Hát Csabika, kedves téged, az emberek ugye a YouTube-ról ismernek leginkább, én azt gondolom, vagy legalábbis ezt merem mondani. A közösségi média egy olyan fantasztikus teret biztosít, amit te fantasztikusan kihasználtál az elmúlt években, és ez meglátszik, nem csak a nézettségeken, azon is meglátszik, hogy itt, amíg elbeszélgettünk az előbb, addig 3-4 ember odajött hozzád fotózkodni. Úgyhogy mesélj nekem egy kicsit az előzményekről. Mit csináltál te a YouTube előtt? Hát mivel ilyen 15-16 évesen kezdtem, úgyhogy előtte ilyen átlag tini voltam, most is az vagyok, csak most már srác lettem, egy kicsit átállt az idő, de hát tényleg... Érted az életet? Persze, ilyen teljesen nézés. Ez ilyen tiszta spontán alakult ki, már volt, ami most ugye van a TikTok, volt annak egy elődje, a Dub Smash. És ott kezdtem el tátogni a zenékre, és táncolni, és nem tudom is. És akkor eszeállt, vagy 6-7 ilyen kicsi tátogós videós, azt eszevágtam. És felraktam a YouTube-ra, de nem tudom, hogy miért. Csak úgy. Megnézték, vagy 600-an, 300-an, ami soknak számított, hogy néztem azt, tehát ennyien nem vagyunk a faluba. És, ilyen szempontból, hogyha mondjuk a technikát nézzük, akkor hogy kezdted, és most mondjuk, hogy néz ki egy videóvágási folyamatod? Hát egy 8 megapixeles Samsung telefonnal kezdtem, de most hála a trófocis barátaimnak lett egy új kamerám, úgyhogy ott van éppen Pencinek a lábán, ott az a szőrös valami, az a mikrofonom, úgyhogy az most... a lábam. A másik szőrös valami. Ott is van egy kérdés, igen? Lesz alkalmunk együtt inni? Lesz, persze. Miért ne? Nagyjából 10 perc múlva. Nem, miért véget ér, úgyhogy... A vágáson kívül még, amit úgy szeretek, hogy a kommenteket, tehát állandóan lesem, hogy jött-e, új komment jött-e. Mai napig nincs a csatornámon még egy olyan komment, amit nem láttam. Esetleg most, ha valaki írt egyet, akkor azt még nem láttam, de... Tehát rendesen követem minden. Hát igazából fontosak neked ezek a komment visszajelzések tulajdonképpen. Köszönöm tényleg nagyon szépen, és nektek mindenkinek egyenként, hogy eljöttetek, megtiszteltetek a jelenlétetekkel, már jól esett tényleg. Köszönöm szépen. Tényleg, ha bármi kérdésetek van, akár ha most nem teszetek be, itt vagyok, gyertek nyugodtan, beszélgetek. Írjátok kommentet neki, az előbb mondta, hogy olvassa őket. Ugyes jó, tehát nyugodtan, legyünk kapcsolatban. Jó, hát én is köszönöm, hogy velünk tartottatok, és hát további jó fesztiválozást nektek. Oké, csináltam. Négyet legalább. Még. Jó, oké. Még közeledj is. Még szeretnél? Na feláras lesz. Nyités messzebb. Azt a horrorra! Ha rá másra csináljon, sem fogom. Ott is. Hogy is, panad, oké. Mert azért, mert a... Milyen válik, Minecraftozni. Gyere, csinálj gyorsan egy ilyet. Na, hello, mindenkit üdvözlök itt a Vibe Fesztiválon. Mr. Originality Csabikával beszélgethetünk a mai nap. Hogy érzed magad a Vibe-on? Köszönöm szépen kérdésedet. Hát megtörtént az előadás, ugye izgultam minden, de most már boldog vagyok, tényleg lejárt. Olyan jó volt, annyi ember volt, nem tudom, te is ott voltál, minden látta, de hogy azért sokan voltak, hihetetlen, hogy annyian meghallgattak engem, és köszönöm szépen mindenkinek. Ez egy jó előadás volt, úgyhogy elégedett vagyok. Jó volt a moderátor, és minden fasza volt. Tehát köszönöm szépen a lehetőséget a Vibe-nak. Mit fogsz csinálni ma este? Hol fognak megtalálni a rajongóid? Hát azért ma este ugye Jude Law van, aki nekem nagy-nagy kedvencem. Az elejétől követem tényleg, még a lány száma előtt ismertem már, mielőtt híres lett.
brutál koncert lesz, és tényleg ott akarok lenni végig az elejétől, úgyhogy várom, és örvendek, hogy nem vasárnap van, mert sajnos vasárnap nem lehetek itt, szombatig vagyok, úgyhogy tényleg jól elkaptam. Egy előadásos napomot pont vele tudom a kedvencemmel zárni, remélem, hogy a VIP-be elkapom egy képre, és akkor már boldog leszek. Köszönjük szépen, kedves Csabi. Köszönöm szépen az interjút a saját kamerámmal. Nyilatkozna. Na mit nyilatkozok? Sziasztok! Azt, hogy miért engem interjúztattál meg, mert volt itt még 60 fellépő rajtam ki, vagy előbb. Na, hát én azért interjúztattam meg Csabikát, mert nagyon szimpatikusak a videói, és úgy gondoltam, hogy vele egy nagyon érdekes anyagot tudok összehozni majd a rádióban. És Csabika, vagy csak az interjúi? Vagy, na, már csak a videói, vagy Csabika? Csabika is érdekes, és a videói is nagyon érdekesek. Zavarba hattam a kultizás, saját magam hova mentek? Cserélj, mert vatát köpök. Fizetem én. Jó. Hozzá nekem is egy. Igen? Ez az izé van. Lehetek a szarod? Ez a munkádé van, tudod, ami ja, nagyon meglepődtem azon, hogy Brassó, Kolozsvár, Gyergyó környékiről, még Gyula-Fehérvár mellől is voltatok, úgyhogy hatalmasan jól esett tényleg, tehát hogy hihetetlen. A másik, amit gondoltam, jövök tényleg, annyian voltak, hogy azt hittem, hogy fele ember lesz itt. Annak, ami volt, tényleg jól esett. Úgyhogy ennél jobban tényleg nem tudok mondani. Egyetlen szó van itt, ami tényleg a köszönöm. Ma van egyébként a Székely Népviselet napja, ezt csak így elmondom, július 1, úgyhogy egy ilyen jeles nap lehetett előadásom. Szóval itt vagyunk egy szintapszis, szinapszis, miféle Szilvia? Szintaxison. Egy szintaxis, nem taxis, hanem szintaxis. Koncerten, hát egyelőre élvezzük István barátom, random elsősorban ülő emberke, ott hatalmas tömeg van, illetve Szilvia, aki árángatott ide, Sreja vett. Azt mondta, hogy ad egy puszit, hogyha álljövök ide vele. Ó, és már a buli hatalmas. Ezek már a fellépők, vagy épp itt a DJ melegít? Vagy... DJ. Ja, DJ, jó van akkor. De nem ilyen DJ áll, mint a drónok, hanem DJ. Nem, csak simán DJ. Ezek jók, ezek a lefálasztók. Az a D betűs, I betűs gyerek. Igen, vissza. Na, szia, igen, vízes. Akkor mesélj valamit a zenekarban. Hát, személyesen is felét a zenekarnak a másik. Vagy akkor ezért vagy rajongó, mert haverjai? Igen, nagy részt azért. Mikor kezdték? 2019, nem? Hú, már nem is emlékszek. 19 vagy 18. Tudom. Melyik a leghíresebb számuk? Mi a neve? Igazából az érdekes, hogy nem nagyon hallgattam őket. Ennyi, köszönöm, ennyi. Néha hol vitálunk, egy óra se váltunk egymást, bármi legyen így, együtt a szokva rád. Egy ország, ölepében ezt a sírom, kedves édesanyám, arra kérem ne sírom. Az Jami! Cseszekért meg! Szevasz! Csáó! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Spán! De amúgy ma csak csúd lesz itt! Igen! Igen, de csúd lesz! A lovatatot a kezes nálam! Amúgy az állat a kedvenc, vagy a virágok! Virágok az az! A bálnák! Virágok! Bálna, bálna, bálna! Figyelj, az az igazság, hogy én nem igazán ismerem ezt a Jude-t. Ugye már nem Jude-ló, már lótot hajtam, ahogy az előbb említettem. Otthon hajt a lovat, azért nincs estálló vásárhelyen az a helyzet. Hogyha rossz akarok lenni benne, hogyha el akarom rontani benne. Hogyha rossz akarok lenni benne, hogyha el akarom rontani benne. Hogyha meg akarom menteni benne. Ez az alcsó borba itt az a lás, én lennék a betalak. Itt minden pont jól működik, van időm, gyere adom belőle. Jobb nem lesz, jobb nem lesz, jobb nem lesz, de mások elhiszik. A nevem Jude-ló, és kibaszottul hálás vagyok, hogy másodjára itt lehetek a Vibe-on. Igaz, tavaly egy ilyen nagyon kis családias feelinge volt az egésznek, de kurva jó volt, ez már még jobb lesz. Hogyha mit szóltok, megküldjük a mait! Let's go! Bárhova nézel, emberek, 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 rengeteg. Jude-ló, imádlak! Lehet, hogy támadsz benne. Most inkább ne dölje jobban, inkább maradj a földön. Én remélem, jól vagy most már. Én remélem, hogy
Sziasztok! Vagyunk baszva! Nem tudom, fan akarok lenni a YouTube-on! Milyen csúkó? Nem akarok nagyképű lenni, de én így ezeket az új előadókat nem ismerem, de ezt a számot pont ismerem. És nem tudom, hogy honnan ismerem ezt a számot, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ez jó. Jó egyébként. Hogy kéne minden pénz, pénz, hátrafele mész, 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 nem hallom? Na. Az meg mondta, hogy nem tudjuk a szöveget. Hol jó színe mered? Pénz, pénz, pedig ezért talán magoltál. Azaz. Fele szokok. Semmi? Fel a diák itt. Pénz, hátrafele mész, 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 pedig előre is alapnál. Itt vagyunk John Newman Fesztiválon. John Newman Fesztiválon. Eddig nem tudtuk, hogy ki az a John Newman, most meghallottuk ezt a számot. Reméljük, hogy a YouTube nem fogja letiltani egyébként. De... John Newman! Nem tudom ki az. Kaptam egy sört, lehet, hogy a Levié, de elvettem, senki így belíszok most. Milyen a fesztivál, milyen a VIP-ben lenni? Felemelő érzés, amúgy tegnap sokkal jobban éreztem magam, ami itt volt egy ilyen, hogy Petofi, Manuel, Ali. Azt mondtam, hogy azért ki vagyok én, hogy itt lehetek, érted? Szombat délután vagyunk, hát az egész napot azt így kamera szempontjából skippeltem, mert ott volt lent a szállásunkon a kamera, telefonom is, úgyhogy ma tényleg csak élveztem az egészet. Aradi fickókkal haverkodtunk esze, és olyan jól telik, és olyan jól érzünk magunkat, ott ülünk, sörözgetünk minden lazába, úgyhogy minden fasza. Amúgy az imént szétmosta az eső az egész fesztivál, de amúgy mindenki maradt a helyén, csak a medencében lévő emberek szálltak ki. Azon kívül pedig, hát... Szevasztok! Mehet! Jó, megállj! Megállítom a kamerát, akkor mehet! Mi akartok amúgy velem képet? Na ügyes vagy! Miért vagyok ügyes? Hát mert ügyes vagy, és iszunk egy sört, amit az este megígértünk. Jó van, egy pillanat, megállítom. Na, ezt szeretem az egész Vibe Fesztiválból, és nem csak ezt, hanem úgy mindent, az egész Vibe Fesztivált, hatalmas. Tényleg, nincsenek szavak, hogy ez a fesztivál amúgy milyen. Tehát egy 10/11 nálam. Most akartam vlogolni, szólnak, hogy Csabika, egy képet lehetne, itt van már a sörök az ember, meghívtak egy sörre, úgyhogy ezek vagytok tű, ezek vagytok a nézőim, erősen szeretlek titeket. Szóval azt akartam elmesélni, hogy tegnap, mondom, erősen kell menjek a WC-re, akkor hátra megyek. Hát én nem figyeltem, az én hibám, tényleg nem figyeltem, hogy előbb be volt csukva az ajtó, mondom, jó, akkor meg a következőn be megyek, elvégzem a dolgomat, kijövök, ott áll két ilyen rövidhajú csaj, és így mondják, hogy hát de hát te nem vagy csaj. És akkor így, de igen, az vagyok, annak érzem magam. És jöttem be, elvettem két OB-t, aznap a tasakból, és kijöttem. Úgyhogy igen, ilyen is megtörténik itt a Vibe Fesztiválon. Egyébként egy 25 lejt turkáltam ezt a bluzot, ami rajtam van, ott írja, hogy no bad vibes. Szerintem talál ide, és pont jó, hogy elkaptam. Iratkozzatok fel Csabikára. Mit szeretsz Csabikára? Az, hogy megmaradt az, az az igazi akcentus. Az a székely akcentus. És ez jó? Hát ez mindenképp különleges. Humora, a székely stílus, az a vérbeli székely stílus. Ez. Vicces, jó fej, leköti az embert, hogyha neki áll a videóinak YouTube-on, az tudja, hogy le fogja kötni. És tudja, hogy jól fogja érezni magát, mikor nézi az egész videóit. Mi tetszik a Vibe Fesztiválban? Hangulat! Két sör! Srácok, a két sör! Várod a tankcsapdát nézni. Kurvára! Kész pogózni? Na jól van, én leszek az első. Az eső nem mossa el? De hogy mossa el? Tankcsapdásokat nem mossa el az eső, olyan nincs. Szevasztok! Roli vagyok! És keveset ittam ma szerencsére. Eljöttünk egy Azaria koncertre. Milyen lényeget? Ja, igen, akarunk csinálni képet, nem? Mi az? Hát én mindenkivel csinálom képet. Üdvárd övidék! Szia anyuka, szeretlek! Inkább a DJ bulik a sátorban, azok, amik jobban. Beállt a komolyban. Az jó lesz. Pici? Igen. Nagy bulikot csináltál? Igen. Az a baj, ilyen háromkor van, azt én már nem bírom ki. Hát még az sem biztos, hogy kibírjuk, de reméljük. Hát én nem ismerlek, őszintén megmondom. Na hát én se téged még nem tudom. Nem, mert béke rakunk mindent a dubába. Engemetes? Téged. Az amúgy egy kameraszúrvalóra, ne hiddetek! Kérlek telefonban, hogy nem csinál képet!
Fejér megyéből, hello! És akkor amúgy jól esett nektek, hogy Csabika itt van a vágyban? Nagyon! Köszönöm szépen! Hello, jó szórakozást! Milyen a szemüveg ez? Állatok bondó! Ezt te írtad rá, jó? Igen. Azért a miék a bondónak a specialitása, az a szemüveg. Az egyedi mikrofon belőle csak. Mindenkinek volt tetkő, akinek lemosol. Mindjárt este újraírjuk. Miki, mutasd meg, mit hoztál a vargyosról? Nem mit hoztál a vargyosról. Itt vannak a kibédiek. Anna veszi! Szerv. Ennyi. Valami extra számítom. Ezt ugye nem akarok belevágni. Ne idegesíts. Szóval ezt szertem az egész dologba, hogy eljövök Marosvásárhelyre, itt vannak a kibédiek, és meghívnak egy fél pohárra, ami egész lesz, hogy bírja ki ezt az ember, és utána még tudjon beszélgetni veletek, szóval hihetetlen. Egészségedre. Fonta! Igen. Ahogy mondaná Jocó. Ez ilyen sűrű fonta, nézd meg. Sűrű fonta, ahogy mondaná Jocó. Na még egyszer. Tesó, hát az Azariában egy kicsit csalódtam, mert ilyen kis akusztikus volt az előadás. Reméltem egy kicsit várjából majd angolatot, de tankcsapdában reménykedek rendesen. Mi a véleményed erről a... Az megról. Mint tankcsapda fan. Jobban örülnék, ha nem létezne. Bővebben esetleg. Jobban örülnék, ha nem létez. Bővebb. Oké, basz. Vegyel kávéval kezdtünk. No, azért. Egyezünk meg. Sattos kávéval. Alexander és kávé. No, Tyukla Blubla, mindenkinek innen folytatjuk. Azt szeretném nektek mondani, hogy Csabika a legvagányabb videós is Székelyföldön, őt érdemes követni. Nekem a legnagyobb példaképem is így a YouTuber világába. Iratkozzatok fel, és erre a videóra nyomjatok egy lájkot. Na, szevasztok! Gyere Atikám, te jössz, okés. Egy új fel a hangom már elmentek, kirepelem nektek az életemet is. De ha vágjátok, akkor segítsetek nekem, légy szüve. Na az anyag, itt vagyok az anyag koncerten Csabikával. Valamiért tőle ki azt hiszi, hogy én vagyok az operatőre, és ide gyömlek ezenbe a kamerát, de mindegy, ezt elnézzük neki, mert híres ember. Szóval, hogyha jó a kép, akkor is ti csináltam. Ha nem jó a kép, akkor ő. De a tűz, én a jég, de csak veled lehetnék, nekem nem kéne senki már. És hát várom, de úgyis minden nekem van. Én nem is akartam már. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. Myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Fucking tankcsapda! Bárki bármi mondhat a tankcsapdára, BSV, bozd meg! Ez a tankcsapda, ez a fucking tankcsapda! Magyarország legnagyobb rockzenekar! Lukás Laci az apám!
Ennyit akartam még elmondani. Szevasztok! Nem túl régen ért véget a női vízilabda világbajnoki döntő Budapesten. És miután a csajok tényleg nagyon komoly játéka jól lett, alul maradtak, mégis ők lettek a világbajnoki ezüst érmesek, szóval innen is szeretném gratulálni a maga a női vízilabda válogatott kínálatos tagjának. Alul is bírom a csajokat ma este, a vízilabdásukat különösen. Nagyon-nagyon köszönöm! Na hát itt vagyunk, azt a nincs hangom. Na hát itt vagyunk Székely keresztül után, éppen valaki írt most, hogy szia, jól láttalak, te voltál Segesváron ma reggel 9:30 felé. Mindenfelé felismertek, olyan jól esik, tényleg egy Segesváron es ismertek. Ugye 2 napja volt az előadásom, most már úton vagyok hazafelé a Vibe Fesztiválról, de most se tudom felfogni, hogy tehát Fehér megyéből es voltatok az előadásomon. Hihetetlenek vagytok. Akkor ugyanígy szeretnék kérni mindenkit, hogy írja meg kommentbe, hogy honnan néz engem. Mondom, éppen ide félrehúzok, hogy akkor fejezzem be a vlogot, akkor búcsúzkodjunk el. Én nagyon szépen köszönöm tényleg a lehetőséget a Vibe Fesztiválnak, hogy ez, amit kaptam, ez hihetetlen, nekem ez pont kellett feltöltődésnek. Azt is nyugodtan megírhassátok, hogyha esetleg ott voltatok tűes a Vibe Fesztiválon, illetve azt, hogy melyik előadó volt a kedvencetek. 2 óra kb. Míg hazaérek. Egyet jól fogok aludni, az jól fog esni, szerintem érződik és rajtam a fáradtság. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Köszönök mindent nektek, Vibe Fesztivál. Találkozunk a következő videóban. Tyúkláb, ludláb mindenkinek, és szevasztok.